napot kívánok, egy rövid interjút szeretnék is. Gyerekkel vagyok. És ez minden akadályozza az interjú egy picit. Hol a fia? Várjon csak! Úgy látszik, találtunk valakit, akit meg lehetne interjúvolni, szóval most megkérdezem, hogy benne van-e. Elnézést! Benne lenne interjúban? Csak nem szeretnék, bocsánat. De kéne! Tehát, hogy ember! Álljon meg! Szükségünk van egy alanyra! Álljon meg! Azt mondtam, hogy álljon meg! Valaki tetszik, menjen oda, kérdezzél elő! Kívánok! Egy interjút szeretnénk készíteni önnel a koronavírussal kapcsolatban. Kérdezhetünk párat? Tessék! Valaki hívja már egy orvost! Jó napot kívánok mindenki! Én Szajra vagyok, és mi a neved? Én Áron vagyok. Most kérdezünk az Árontól egy pár kérdést. Na, szóval hogy tál neked a karantén most? Hát én... Úristen, mi történik? Mi segít? Jó napot kívánok! Szeretnék internetre is lenni. Pár kérdést tennék fel önre számára. Rendben. Ó, kamera, bocsánat, nem, köszönöm. Aztán elgyomnak! Úristen, tanja kedvencünk! Gyújtom, fia, fia! Oké, szóval... Selfie! Selfie! Csinálunk egy élő live-ot. Oké, szóval itt vagyok a kedvenc youtuberelve, és hello. Ha sohasem láttad őt, akkor hülye vagy. Az. Mit gondolod a maszkos zsenifről? Hát figyelj, tesó, viszont szerintem a maszk nem olyan fontos, tehát gondoljon bele, itt a maszk. Oldalt mi van? Luke! És tudod miért? Miért? Bemegy ott a vírus, érted? Értem. Gondolj bele! Itt most én átmentem. Volt itt Luke? Volt? Átmentem? Akkor a vírus átmegy? Átmegy. Luke, úgyhogy most nem hiszem, hogy ez olyan fontos most. És mi a bonyolatban? Elnézést! Embereket interjúvolok az utcán, és feltennék pár kérdést. Ja, jó, szívesen válaszolok. Mit gondol a koronavírusról? Hát én azt gondolom, hogy... Állj, leállunk! Lemerült a kamera! Na jó, nekem elegem van.